kísérletet. Sziasztok, örös-feketék! Úgy néz ki, hogy a szabadtéri rendezvényeinkkel nincs szerencsénk, mert eddig mindegyiket elmosta az eső, így volt ez ma is, mindkét helyszínen, a futballházban és a Bozsik stadionban is szerencsére nagyon sokan voltatok, reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, megnéztétek a tárlatot, a gyerekeknek arcfestés, légvár, mindenféle izgalmas program volt. A közéssel kapcsolatban gyakorlatilag egyetlen dolgot várhatunk el a csapattól, ez pedig a győzelem, ebben az esetben Európa Ligát érő helyen végzünk. Ha döntetlen, akkor a másik mérkőzés az Újpest-Debrecen dönt a sorsunkról, akár még ötödikek is lehetünk. KLT elnökét kérném meg, hogy egy rövid értékelést tegyen az elmúlt hónapokról. Sok programot szerveztetek. Mik voltak ezek? Hogy sikerültek? Hú. Hát, hogyha rövid értékelést akarsz, akkor beszélek egy fél órát. Nagyon tevékenyek voltunk. Hát első körben a legfontosabb a futballház működtetése. Örömmel tudok beszámolni, a kispesti iskolák felfedeztek minket. Egymás után jönnek. Megnézik a kiállítást, akkor szereztünk futballkapukat. Ha már futballház, akkor legyen futball is. Van tegbalasztalunk, szinte egy kis sportnapot tartnak nálunk. Például 13-án jön majd az Ady Endre iskola, az egy 3-400 gyerek. Két helyszínen volt a családnap, volt a Bozsik stadionban, meg volt a futballházban. Vadóc Krisztián először volt ma bent, nagyon örültünk neki, de sok szurkoló is meglátogatta a házat. Nagyon sok érdekes dolgot el tudtunk nekik mondani, sokan csak felkapták a fejüket olyanokat, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jöjjön el. Az ajándékbolttal együtt vagyunk nyitva, hétfőn és csütörtökön 4 és 7 között. Szuper. Következő napok, hetek eseményei, ugye jön a nyári szünet, ti még készültök-e valamivel? Igen, most lesz egy nagyszabású rendezvényünk. Jövő hét vasárnap van a kispesti városünnep, és ott egy sátorral leszünk kint. Ez igazából olyan, mint egy fesztivál, koncertek, egész nap gyerekprogramok, és lesznek meglepetés vendégek, egy kis kvíz, ott lesz Leo is, úgyhogy várjuk a szurkolókat oda. Köszönjük! Vadóc Krisztián áll itt mellettem, akit mindig nagyon nagy szeretettel fogadunk itt a Bozsik stadionban. Úgy tudom, Krisztián, hogy a mai napod az gyakorlatilag így a Honvéd körül forgott és jártál a futballházban. Hát így van, olvastam, hogy családi nap van, és úgy gondoltam, hogy akkor jövök. Igazából túl korán érkeztem volna ide a Bozsikba, ezért láttam, hogy hatig el tudok menni, és akkor mondom, muszáj, mindenki beszélt róla, hogy azért becses emlékeket őriz ez a múzeum, és jó volt egy kicsit nosztalgiázni, még a mi időnkből is volt egy-két dolog, amiről aztán eszembe jutottak azok a pillanatok, szóval én nagyon örülök, hogy a Honvédnak van egy múzeuma. Egy nagyon sikeres év áll mögötted, engedd meg, hogy gratuláljak így a kispesti szurkolók nevében is ehhez. Lehet-e tudni bármit a jövődről, hogy alakul? Köszönöm szépen. Nem tudom, a szerződésem lejárt, és hát a szokásos káosz lesz körülöttem megint nyáron. Nem tudom, majd a kicsivel elkezdtünk már tárgyalni a jövőt illetően, de ugyanállam ha minden jó dolog történik, még akkor se lehet biztosra menni, hogy ott fogom folytatni. Nem tudom, tehát kérdéses. Köszönjük szépen, és várunk bármikor, ha tudsz, jössz ide a Bozsik stadionba. Hát én jövök, ha nem vártok, akkor is jövök. Tehát de várunk. Köszönöm, de köszönöm. Köszi. Yeah!
Hétfőtől jól megérdemelt szabadságát tölti, de néhány játékossal még lehet, hogy találkozhatok a kispesti városünnepen. Ott ugyanis a KHT egy saját standdal lesz jelen. Nagyon várjuk a sorsolást, és kíváncsiak vagyunk, hogy hol lépünk majd pályára az Európa Liga selejtezőjében. Ez volt az Aranyoroszlánok első évadjának utolsó adása. Köszönjük, hogy megnéztétek a videóinkat. Jövőre újra találkozunk. Csak a Kispest! Sziasztok!